Nos, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Goodbye vagyok, már pedig egy 24 órás live menetrendes videóval készültem itt most nektek, ahol el fogom mondani, hogy mire kell számítani ezzel az előadással kapcsolatban, hogy mire kell készülni. Nos, az előző ilyen streamünk tavaly nyáron volt, és ez úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy két részletben történt ez a dolog. 2x12 óra volt ez a stream, de ezt most nem fogjuk tudni megejteni, ugyanis maximum 8 órát lehet visszapörgetni a YouTube-on, ez is megváltozott, mint oly sok más dolog, ebből is látszik, hogy mennyire jól halad előre a YouTube, vagy nem. Ezt mindenki döntse el magának. Úgyhogy a mostani adás az úgy fog kinézni, hogy 3x8 órás blokkra lesz osztva, tehát ez 3x külön 8 órás videó lesz, azoknak mondom esetleg, akik visszanézik majd a streamet és nem értik, hogy mi van, ez így működik, ez ilyen rendszer, tehát ezen nagyon lehet mit csinálni röviden, tömören. Na de szerintem nektek sokkal érdekesebb az, hogy 12 óra World of Tanks lesz, tehát az szerintem egy elég masszív időtartam, és ez alatt nem csak randomozni fogok, hanem szeretnék veletek is szakaszozni, illetve szeretnék replayeket bemutatni. Ezzel kapcsolatban van lent a link a leírásban, gb.waterrecords.com-ra várom a replayeket, illetve szeretnék csinálni majd ilyen nemzetek csatáját, ugye amit nagyon szeretetek ti is, egészen jól el voltam benne. Tehát mondjuk ilyen 8-as tierben, vagy akár lehetne tier 10-ben is, ugye azonos nemzetű tankok fognak összecsapni egymással, vagy hát két azonos nemzetű tank fog egymás ellen menni. Tehát mondjuk németek az oroszok ellen, meg hasonlók, értetek? Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek, amikor nemzetek csatáját említem. Ezen felül lesznek még meglepetés vendégek, illetve lesz prémium tank sorsolás, ez úgy fog kinézni, hogy 2 darab 6-os szintű prémium tankot fogok kisorsolni köztetek, amit ti választatok, hogy melyik, tehát hogy amit szeretnétek, azt én amúgy Type 64-est ajánlok elsősorban. Az a csata pedig egészen jól áll. Ott valamint egy object, azt mondja, meglőjük. Egy élőben játszok most, gondoltam, ilyen livestreames megoldással fogok itt élni. Meg tudom felvenni így élőben a dolgokat. Amúgy már megcsináltam ezt a felvételt egyszer, csak az elég rossz lett és tökre hülyeségeket beszéltem rajta visszahallgatva, úgyhogy inkább újra kezdtem az egészet. A másik legfontosabb dolog, mielőtt még mindenki kinyomja a videót, az az, hogy a másik 12 óra az különböző játékokból fog állni. Ez értelemszerűen 4x3 órás blokkokra lesz bontva, és erről ti szavazhattok, tehát igazából a ti véleményetek dönt, hogy milyen játékokat fogok bemutatni, és hát milyen játékokkal fogunk játszani. Erről is van lent link a leírásban. Úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes lecsekkolni és szavazni. Ez lenne a másik legfontosabb dolog. Tehát ez a két sarkalatos pontja ennek a videónak. Az egyik az a replay küldés, amiről van lent link a leírásban, a másik pedig ez a szavazás, úgyhogy éljetek nyugodtan a lehetőségen, azt mondom nektek. És várok mindenki szeretettel szombaton déli 12 órás kezdéssel, azaz holnap pontosabban. És persze nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet és ez az elképesztő számot, mert szerintem ez a 20 000 feliratkozó, ez egy hihetetlen nagy mérföldkő a csatorna életében. Komolyan mondom, nektek el se hiszem, hogy ennyi ember követ és hogy ennyien itt vagytok. Elképesztő érzés tényleg, és megpróbálom a tőlem tehető legjobbat kihozni mindig egy-egy adásból, és amit én tudok, azt mindig hozzá fogom tenni a dolgokhoz. Nem úgy, mint ebben a csatában, mert ez nem lett annyira jó. Azt gondolkozok, hogy lehet, hogy játszok még egy meccset, mert most megjött a kedvem tesztelni. Mit szóltok hozzá? Nagyon random lett ez a videó, de hát megesik. Hogyha valaki így streamelésben van benne, akkor az valahogy így nem tudok videót, vagy vágott videót felvenni, az nekem soha nem ment. Tehát, hogy felolvasott szöveget elmondani, nekem annyira kínszenvedés volt mindig is, hogy hihetetlen. Tehát nekem mindig is sokkal jobban állt kézre ez a spontanitás, ezek a spontán dolgok, hogy menjünk és csináljuk. Még egy költet állítottével, hát hogyha összerakunk egy jó csatát. Aztán ha nem jön be, akkor meg így jártam. Aztán mondom még egyszer, hogy mi lesz. Meg hát, ha kihagytam valamit. Ja, milyen játékok lesztek, amúgy ezt meg tudjátok lent a leírásban, de egyszer már posztoltam erről a YouTube csatornámra. Érdemes nézegetni azt a közösség vagy community fült, hogyha felmentek a YouTube csatornámra, mert szoktam oda kirakni dolgokat, meg szoktam ott szavazásokat is tartani, tehát azt mindenféleképpen nézegessétek, hogyha nem akartok lemaradni, meg a napra készek szeretnétek maradni. Oda is kiraktam ezt a szavazást, természetesen. Ha esetleg valaki nem találna meg a leírást. Mondjuk, aki nem találja meg a leírást, az olyan megtalálja a csatornámon a közösség fület. Nem tudom.
Szóval ennyi meg egy bambi. Erre lehet számítani a közeljövőben. 24 órás live-val kapcsolatban, ma este pedig 6 órás kezdéssel Votinfo TV-s adás lesz, ahol rankedezni fogok, tehát oda is érdemes benézni. Twitch.tv/Votinfo amúgy a Twitch csatornánk, leteszem azt is ide a leírásba, úgyhogy akinek ki akarja, az nyugodtan jöjjön el, játszunk egy jót. Illetve, hogyha van valami véleményeteket, tényleg ezt akartam még mondani a live-val kapcsolatban, esetlegesen valami ötlet, hogy mi legyen még, vagy mi ne legyen, akkor nyugodtan írjátok le a hozzászólásokba, el fogom olvasni és válaszolni fogok rá, hogyha éppen olyan. Esetlegesen, hogyha valaki támogatna, akkor pedig nyugodtan keressen meg privát üzenet formájában, bármivel arannyal, vagy szeretne ő is valamit, amit kisorsolnék, vagy bármihez hasonló. És nagyon szépen köszönöm amúgy előre is. Amúgy majdnem néztem a chatet, de aztán rájöttem, hogy igazából videózunk, úgyhogy nincsen chat. Most jelenleg nincsen chat, nincs mire válaszolni, olyan nyugodtság van, meg olyan béke van. Ilyen chillelés van, meg type-öt hevizés. Illetve már nagyon várom ezt az új frissítést, tehát elképesztően durva game changer, ez jó szó vagy jó kifejezés erre. Elképesztően meg fogja változtatni a játékot az új pályák bejövetele, tehát egészen más játékról beszélünk, hihetetlen az, hogy mi van itt. Átlátok a sziklán, jól láttam? Igen. A tank a szikla mögött volt, de én valamiért ráláttam, elég különös volt. Lehet, nem szoktam még hozzá a sziklákon való átlövöldözéshez. Mondom én, hogy ott volt és láttam egy pillanatra a tankot, de durva. Hello. Azt majdnem megkapta az AMX-ös. Szép lett volna, hogy ez bemegy. Hukáskocsi, adj nekik. Kapd el őket. Emmisíts meg azokat a bitank tankokat, menjünk előrébb. Szóval már nagyon várom ezt a 24-es live-ot, és ez egy igazi ilyen streamer kihívást lesz, hogy bírom-e teljesíteni, vagy pedig nem. These nuts! Gary! Ugye jobban tetszik ez a mérkőzés. Mérkőzetes mérkőzés, mi? Jók ezek az új effektek, amik nagyon szépek és látványosak. És jó hangjuk is van. Hú, az igen, kettőt egyszerre. Erről van itt szó. Mi vagyok én, valami tüzérsége? Vagy valami tüzérségnek állt századhatalmas nagy kajdzsú testű örmedvény? Egy fenevad? Egy gonosz bestia? Hello Mr. Super Conky. Viszlát Mr. Super Conky. Mondjuk egy kicsikét közelebb, szépen lassan, szép a lövés az Artival. Elképesztően látványosak ezek a lövedékek amúgy, mind az Artinak, mind pedig a normális tankoknak. A nyomjelző ez nagyon jó ötlet volt. Legalábbis én úgy gondolom. Uk. 507-es találat plusz 3 kritikus sebzés, az nem rossz. Végeredményében. Valószínűleg be fog ütni az az object, főleg a heat lőszer van betöltve neki, de hát... Szerintem belefő... Ő, hello! Hey, mister! Hey, mister! Úristen, az... Valaki felrobbantott a másik FV. Látok csak? A izére megyek, basszus. A free damage-re megyek rá. Mondjuk az 1190 az nagyon átlagon aluli az 1400-hoz képest. Még szerencsé volt annak a tanknak. Egy picit előrébb az object meg fog halni, hogy le van vagy. Lőjük ezt az objectet, lőjük ki ezt az objectet. Lejött a Panzer 7-es. Ez nagyon mókás meccs volt amúgy. Trollkodós meccs. Az meghalt. Jött az utolsó ember. Aki tank amúgy. És szakálla volt Kender. Na. Remélem, hogy ez a két kis rövid videó elnyerte a tetszéseteket. Egészen jó meccset sikerült menni itt a végére. Illetve csak ismételni tudom magamat. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. És szombaton dél 12 órás kezdéssel várok mindenkit nagyon nagy szeretettel a 24-es live-ra. Sziasztok!